Ák nem túl gyakran röpködnek maguktól. Millás reggeli. Tudtomon kívül szóltam bele a születésnapi köszöntőbe. Elnézést kérek kis törzshallgatónktól, Hunor Kendétől, aki ma ünnepli a hetedik születésnapot. Hunor Kende, nagyon boldog születésnapod neked. Hét mesterlövész, hét törpe, szerencseszámám, ez Hunor a hetedik Kende. Te magad légy. A hetedik te magad, így van. Na, akkor nézzük azt, hogy mit csinál a Disney Plus, mert hogy elindul ugye, és 2 millió magyar streaming nézőnél jön be. Kit fog ezzel kitaszajtani a magyar piacról? Erről beszélgetünk Madar Norberttel, a GKID vezető tanácsadójával, partnerével. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Plusznak jön be a Disney Plus, vagy pedig valakit kitol a piacról? És lassan már többet költünk streaming szolgáltatókra, mint mondjuk korábban mozira. Tévé előfizetésre, meg mozira. Hagyományos tévére, igen. Sőt, egyébként lassan a digitális rezsink önmagában is óriási tételt tesz ki, de ez egy különadás témája. Az a helyzet a streaming fronton, hogy egyre többet nézünk, és egyre nagyobb az előfizetői bázis is, illetve maga a felhasználói, tehát a hozzáférői bázis is nő, viszont a tavalyi évi kutatásunkhoz képest, ami nagyjából egy éve készült, nem bővült az előfizetett szolgáltatások köre. Magyarul egy átlag streaming hozzáférő általában 2 platformot használ. És ebbe a kettőbe kellene, hogy a Disney Plus valahogy bekontárkodjon, tehát kérdés az, hogy valamelyik helyére érkezik, vagy esetleg ez a kettő végre tud bővülni akár 3-ra is. Hát de közben emelések történtek, ugye, és átrendezi az üzleti modelljét a Netflix is, ami egyébként lehet, hogy ezzel együtt, hogy a Disney Plus pont most jelenik meg, ráadásul olyan filmeket meg sorozatokat ígér, amire elég nagy közönségigény mutatkozik a felmérések szerint. Lehet, hogy rosszkor lépte meg a Netflix ezt a reklámozósdis emelősdit? Hát egyelőre még nem lépte meg, ugye arról szólnak az iparági hírek, hogy elképzelhető, hogy lesz egy olyan alacsonyabb áron kínált csomag, ami bevonzhat új embereket, akik eddig még a legalacsonyabb csomag ellenére se csatlakoztak, és reklámokkal tűzdelve egy ilyen csomag aztán rentábil is tud lenni majd számukra is, de a konkrétumokról még egyelőre nincsen hír, tehát az, hogy ez elindulna-e, illetve hogy tömeges lesz, arról még azért nem beszélhetünk, de mindenképpen mutatja azt, hogy a jövő a streamingben is valamilyen fajta reklámokkal kompromisszumos de nagyon várom. Irány lehet. Figyelj, viszont az egy nagyon érdekes felvetés, hogy lassan ugyanabba a helyzetben navigáljuk bele magunkat, mint a televíziónál, hogy hiába akartam én egy bizonyos természeti, egy bizonyos történelmi, egy bizonyos sportcsatornát nézni, és mellé 98 másikat nem, de ezekre a 98-ra elő kellett fizetnem, mert ugye máskülönben nem láttam, ami engem érdekelt. Most ugyanez van a streaming szolgáltatóknál, vagy kezd kialakulni. Ha én akarom nézni az Obi-Wan sorozatot, akkor egy streaming szolgáltató, ha akarom nézni a Vikingeket, másik streaming szolgáltató, és ha akarom nézni a nem tudom én milyen sportdokumentumfilmet, mondjuk az meg egy harmadik streaming szolgáltató. Sőt, és hogyha sport élő közvetítést akarsz nézni, akkor meg ugye negyedik, bár a felmérés nem foglalkozott vele, de a sport közvetítések streaming piac egy egészen különálló sztori. Egyezértek vele, szóval nagyon nehéz ezt követni, és ami még nehezebb, hogy a fogyasztópénz, tehát véges, tehát ez a plafon, ez elég hamar el fog jönni. Amerikában, nyugati európai piacokon azért nem a kettő az a határ, aminél általában a fogyasztók meghúzzák a vonalat nálunk. Egyelőre mondom, itt a mindenféle bővülés ellenőre is ez a kettes streaming előfizetési szám, átlagszám az, aminél megálltunk valahol, és itt jön képbe az, hogy kinek milyen kínálata van, és hogy egy Obi-Wan Kenobi sorozat, ami most a Disney Plus-on teszem hozzá, már ugye fut legalább 4 hete, az elég húzóerő lesz arra, hogy behúzzon embereket, és aztán talán meg is tartson őket, tehát fent tudja tartani a kínálattal releváns tartalmakkal. Ebben nem vagyok annyira meggyőződve, hogy mindegyik szolgáltatónál ez működni fog, de az tény, hogy a Netflixnek van egy nagyon erős helyzeti előnye az indulásával, illetve az, hogy a tartalmainak a nagy része ma már legalábbis az új tartalmak nagy része lokalizált, tehát szinkronizált, felirattal rendelkező, ugye magyar címekkel ellátott tartalom, az nagyon sok embernek egy vonzó alternatíva, bár ebben már a Disney Plus és az HBO Max is felvette a küzdelmet, de arányait tekintve mindig Netflix az, ami a leginkább kedvelt, leginkább használt platform az országban. Pénzben mit jelent a rezsi? Igen. Hát az lassan ott tartunk, hogy ilyen 5000 forintos havi kiadás annak, aki előfizet. És ugye nagyon fontos, hogy úgy is tudunk streaming
tartalmakhoz hozzáférni, hogy mi magunk nem fizetünk érte, csak van egy mecénás családtagunk, vagy igen, rokonunk, vagy barátunk, aki vagy megosztja a jelszavát, ugye ez a kevésbé elegáns, hogy a streaming szolgáltatók által szeretett megoldás, vagy pedig kapunk egy hozzáférési fiókot, ami előfizetési csomagtól függően 2, 3, 4 vagy 5 is lehet. Ebbe be lehet társulni. Aki így streaming az jól jár, hiszen ugye ingyen fogyaszt legálisan tartalmat, viszont aki fizet érte, annak ez kőkeményen akár már 5000 forintos havi kiadás is lehet kettő platform esetén, de a három vagy a feletti platformoknál már súlyoljuk a 10.000 forintot, és akkor ebben csak a videó streaming van, nincs benne felhőszolgáltatás. Hát igen, és akkor hozzá kéne rakni a zenét, hozzá kéne rakni mondjuk a különböző digitális infrastruktúrát, ugye, felhőtárhely, igen, a internet előfizetés, hát ez eléggé kis takaros összeg. Hát, miközben meg aggódunk a marha húsáról, már levenném róla, mert az internet az már én szerintem nem digitális rezsi, hanem az sokkal inkább egy olyan közmű, mint a víz, a gáz, a villany is ilyesmi. Ha levesszük ezeket, és tényleg csak a szolgáltatások szintjén gondolkodunk, a felhő a leggyakoribb, a telefonunkon, mindenki fotóz, elég hamar elfogynak ezek a tárhelyek már. Ott vannak az applikációk, amiket ugye fizetni kell, ott van mondjuk egy YouTube, aminek a prémium előfizetése azért elég vonzó, amikor a reklámokkal van teltűzve minden videó. Tehát ha ezeket összeadjuk, akkor simán ott tartunk, hogy egy átlag előfizetőnél is 10-15 ezer forint ki tud jönni, de senkit nem sarkal. Hát egyrészt vonzó a reklámmentes YouTube prémium, másrészt meg nem lehetett végignézni egy ilyen kicsi pónimat, anélkül, hogy 10 gyurcsányozásban ne futottunk volna bele. Pontosan, tehát igen. Ugye igen. Ezzel is mondjuk így kilőtték ezt a... Egyébként... És definiáltad a célcsoportot, tehát ugye a gyerekes szülőknél ez ugye halmozottan előjön, hiszen a végtelenített ilyen kicsi pónim azért végtelenített gyurcsányozással, mert nem annyira izgalmas. A Disney Plus pont ezért lesz szerintem nagyon vonzó ennek a célcsoportnak, mert ott az a Disney kínálat, ami ugye mi is felnőttünk, ti is felnőttetek, a gyerekeinket is szeretnénk, ha azon nőnne föl, az évek óta gyakorlatilag nem elérhető streaming platformokon keresztül sehol se. Azt szeretném még megkérdezni, hogy a streaming szolgáltatók árban vagy tartalomban versenyeznek, ezt hogy látod? Mert ez sem mellékes. Azt gondolom, hogy mindenki, aki ma Netflix alatt van, az árban és tartalomban is versenyzik. A Netflix egyedül az, aki valamilyen szinten talán megengedheti magának azt, hogy az ára az egy overpriced valami legyen, tehát felül árazza a piacon. Ha megnézitek, az HBO Max magyarországi ugye március indulásánál is volt egy olyan csomagajánlata, 1500 forint környéken, azt hiszem, ami egyértelműen egy árverseny volt, és egy olyan árajánlat, hogy aki korábban gózott, tehát HBO gózott, az váltson erre, megkapja ezt örök életre, viszont 1500 forint ma már annyira pici összeg tud lenni, hogy az ember kétszer meggondolja, hogy látom én ezt az összeget mondani, mert lehet, nem fogom nézni, de jó lesz az ott, mert valójában egy szendvics meg egy bambiára együttesen, kis túlzással, miközben egy Netflix prémium csomag, mert inkább már azért a 4500 forintot súrolja, ami már lélektanulag is egy nagyobb lépcsőfok. Úgyhogy azt mondom, hogy árban és tartalommal is versenyeznek, míg a piacvezető megtehető, hogy azt mondja, hogy csak a tartalommal próbál érvelni. A Disney Plus igazából kinek dob kihívást, vagy kesztyűt az arcába, a Netflix pozícióját is veszélyeztetheti, vagy mondjuk az HBO-nak főhet a feje miatta? Hogy lehet? Ha őket kérdezed, akkor biztos azt mondanak, hogy a Netflixet is. Globálisan az látszik, hogy az HBO-t már megelőzte a Disney-nek az előfizetői tábora. Magyarországon is az látszik a felmérésükből, hogy azért elsősorban az HBO-t, illetve az HBO alatti egyéb streaming platformokat fogja kihívni majd előfizetőkért folyó harcban és tartalomban is. Tehát valójában egy Netflix Disney Plus felállást vizionálhatunk itt pár éven belül, bár teszem hozzá az HBO Max-ek óriási felhasználói tábora van, több mint 1,5 millió ember az, aki hozzáfér az HBO tartalmakhoz, szóval itt megint csak én azt gondolom, a kritikus réteg az a konkrét sorozatok, akik ilyen Star Wars, Marvel-re gondolhatunk, vagy a Disney klasszikus tartalma iránt vágyódó háztartások fogják majd a mérleg nyelvét valami mindenből eldönteni, és ha ezeket a szempontokat nézem, akkor az HBO Max sajnos nem tud akkora kínálattal bírni, mint amikor ebben a Disney fog majd bírni. Egyébként ez hogy néz ki a dolgok jelenlegi állása szerint? Mert az lehet, hogy kicsit kontraproduktív, hogy mondjuk a Pocahontas című Disney mozit, azt innentől csak a Disney Plus-on lehet majd megnézni? Mert ez mondjuk lehet, hogy a Disneynek sem jó, hiszen lehet, hogy az HBO-n is megnéznék, meg mondjuk a Netflixen is, és ez neki nyilván bevétel az HBO-tól, meg a Netflix-től más nem.
Igen, de itt már nem csak arról van, hogy mostantól, hanem az elmúlt másfél-két év arról szólt, hogy a Disney és a magyarországi forgalmazója vonta ki a tartalmakat a különböző kereskedelmi tévék adásaiból, illetve már a streaming platformokon is. Korábban a Netflixen, illetve az HBO-n is rengeteg Disney tartalom volt. Az HBO volt az utolsó ilyen szempontból bástya, honnan a klasszikus mesék és az animációk is kikerültek már az elmúlt hónapokban. Tehát a válaszod a kérdésre az, hogy az HBO, vagy az, hogy a Disney igazából erre készül is és számol vele, és nem igazán foglalkozik azzal valószínűleg, hogy ezzel milyen nézőszámokat bukik, egyszerűen mindent bevet annak érdekében, hogy terelje. És kicsit kvázi ki is éheztesse a fogyasztóit a Disney tartalmak hiányába, mire megjön a Disney Plus, ugye ez jövő héten meg fog történni most már nálunk. Ha mondtad, hogy tartalomban és árban is versenyeznek, ugye lehet látni azt, hogy a Disneynél ugye egyértelmű, hiszen korábban ők filmeket is gyártottak, és ugye a rajzfilm körből kiléptek, ugye megvették a Star Wars univerzumot, stb. A Netflix is ugye egy csomó filmet gyárt, HBO-nak is sorozatai vannak, tehát ez a verseny is erősödhet? Hogy ki tud olyan produkciókat gyártani saját maga a saját platformjára, ami milyen nézőmágnes lehet? Persze, de ez nem is csak nálunk érvényes, hanem ez egy globális trend, ugye a streaming platformoknak a tartalomgyártása az egyre erősödik, egyre nép hangsúlyt kap, és teszem hozzá, egyre drágább is lesz, tehát azért most már a Netflix sem rendelget minden sorozatból második, harmadik évadokat, tehát igenis számít a nézettség, és az a fajta tartalmi verseny, amit a többi platform hoz be erre a piacra, megint csak globálisan értendően, az rákényszeríti arra a gyártókat, hogy a hulladék tartalmakat azokat valahogy azért kiszorítsa. Tehát kicsit kezdett átmenni az elmúlt években szerintem a streaming platform a rossz értelemben B-kategóriás vagy Z-kategóriás kereskedelmi tévés filmekben, amiket a 90-es években este 10 után nézhettünk, és csak azért néztük, hogy nézzük. Kicsit ilyen tartalmakból lett már dömping a streamingen, amit valószínűleg jótékonyan ki fog kicsit pucolni az a fajta verseny, amit a Disney Plus, meg az HBO Max, és az Amazon és az Apple TV, említsük őket is meg, behozott a rendszerbe. Mert a minőségi tartalmakkal ma már látszik, hogy akár már egy Oscar-nak a szintjét is el lehet érni, ugye a filmekről beszélünk, meg lehet nyerni különböző díjakat más versenyeken is, más gálákon. Innentől kezdve valószínűleg egyfajta presztízs is be tud jönni a rendszerbe, ami nekünk fogyasztóknak fog majd talán jobb, izgalmasabb és választékosabb tartalmat kínálni. Így legyen, ámen. Köszönjük szépen a beszélgetést. Én köszönöm, sziasztok. Szerbusz, minden jót. Az elmúlt percekben a streaming szolgáltató piac várható alakulását próbáltuk feltérképezni Madar Norberttel, a GKID vezető tanácsadójával, partnerével. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.